Szombaton lett 50 éves az 1988-as Szöuli Olimpia egyik magyar hőse, a csapatban és egyéniben is aranyérmes szerző Martinek János öttusázó, aki 8 évvel később az egynapos öttusában is egyéni bronzérmes lett Atlantában. Janik a torna és úszás után talált sportágára, ahol most megbízott szövetségi főtitkár is. Hát Isten éltesse nálunk, ő a vendég, Köszönöm szépen, jó Hány jó kívánság, meg mekkora ünneplés kísérte a nemzet Janikájának félszázados jubileumát? Hát nagy ünneplés olyan nagyon-nagyon nagy, nem, inkább a családi ünneplésre volt lehetőség, hiszen hétvégén még azért Kaposváron egy sportágválasztón voltam, tehát még a születésnapunk délelőttjén is. Magyarán mondva munkával én, is ünnepeltél. Az, hát azt gondolom, hogy ez nem feltétlen csak munka, ez azt gondolom, hogy már élvezet is, hiszen én szeretem azt, hogyha a gyerekek is inkább a sportot választják, mint bármi mást. Na most, de közben azért érzed a nemzet szeretetét, gondolok arra, hogy hát 50 évesen is jó Janikának lenni ilyen becézett állapotban? Igazából a becézeketéssel nem nagyon foglalkoztam, de azt gondolom, hogy hát sokan, el, igen, sokan éreztették azt, hogy, hogy meg kell ünnepelni, és hogy ki jó kívánságokat kell küldeni, hiszen elég nehezen volt kezelhető a különböző oldalakon a kívánságáradat. Jelen pillanatban tevékeny ember vagy, és lehet mondani azt is, hogy elégedett? Igen, igen, igen. Tehát ugye nagyon sokat sodrottam, de mindig a sportvonalán maradtam, és hát azt gondolom, hogy amikor visszakerültem a szövetségbe, akkor a gyökereimhez léptem vissza, és ez mindig jó dolog, és elidegedetté teheti az embert. Na most kétszeres olimpiai négyszeres világbajnokként jól hiszem -e, hogy pályafutásod egyik legizgalmasabb verseny lehetett az a 87-es VB győzelem, amikor a lovaglás után a 19. helyen álltatok. Tehát, hogy ez a lovaglás dolog, ez, ez, hát ez nekem mindig egy érdekes kérdés volt. Hát bevallom őszintén, nekem jól ment a lovaglás valamilyen szinten, és a pályafutásom végén pont az, ami megy, azt nem kell gyakorolni. Török Ferenc szerint így heti egy alkalommal edzettem rá, készültem azért, hogy az izomzat legább ne szokjon el tőle. Az az első világbajnokságom volt, ahol bekerülhettem abba a csapatba, ahol Mizsér és Fábián erősíthettem. És hát akkor még ugye kis idézőjebben taknyosként egy izgalomtól túlhevülve egy kicsit másképp sikerült, tehát nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna elvárni. Hát még volna. egy másik lóra emlékezhetünk. Így van, az nem mozgott annyira. De azt kell azért megmondanom mellé, hogy utána egy olyan összetartás kerekedett ki az egész csapatban és a körülöttük dolgozó emberekben, hogy napról napra jöttünk föl, és a végén csak a himnuszt játszhatták el. És azon nagyon érdekes, hogy kialakult ez a hármas, és azt mond meg nekünk, hogy mi az oka annak, hogy egy alapvetően egyéni sportákban mégis a csapat jóval többet kellett, hogy jelentsen, és kell most is, hogy jelentsen, mint egyes pontszámok és egyes versenyzők eredményeinek a mechanikus összeadását. Ez azért van így, mert azt gondolom, hogy ha a csapat nyer, akkor ott mindenféleképpen kell, hogy egy versenyzőm dobogó legyen, egy versenyzőm ott legyen a hatba, és egy versenyző pedig tíz egy a tíz Így van, egymást erősítik, és hát a, a világban mindig található volt egy-egy olyan öttusázó más országokba, akik jó teljesítményre voltak képesek, de akik olyan egységes háromfős csapatot tudtak volna kiáltani, az a magyarokon kívül talán nagyon-nagyon kevés volt. És épp az, hogyha három emberem jó, abból biztos, hogy van siker is, és azt gondolom, hogy a csapatnak a lényege és az erőssége pont ez volt, és erre lehetett építeni. És ilyenkor egy csapatban jó, ha van rivalizálás? Mindenféleképpen jó van, hiszen viszi előre a, a teljesítményt. Tehát azt gondolom, hogy a, amikor a válogatottal alulja a központi felkészülés van, akkor jobb, minőségibb felkészülési lehetőséget kap az ember, viszont az egyesületi edzők is hajszolnak és hajtják az embert azért, hogy hogy ők legyenek ott, és ők érjenek oda a saját versenyzőikkel, tehát az is viszi előre a teljesítményt. Ugyanez a csapat is, tehát a csapatban is szeretne mindig a versenyző az egyiknél a másiknál jobbat akár előrébb végezni, tehát valamilyen eredményen egy kicsit jobbá válni, ezáltal megy a közös eredmény is fölfelelőre. előre. Hát a téteredet bizonyítja az, hogy az olimpiai egyéni érmeiden kívül általában csapatban nagyon-nagyon komoly eredményeket értél el. Nagyon sok aranyérmet szereztél világversenyeken. Te teszel különbséget, vagy tettél különbséget mondjuk egy olyan olimpián, ahol aranyat szereztél csapatban és egyéniben is? Hogy melyik a kedvesebb? Fontos ez? Számít ez? Sokszor megkérdezik, hogy melyik a legkedvesebb. Én azt mondom, hogy egy olimpiai egyéni aranyéremnél nagyobb értéket, eredményt nem nagyon érhet el -e sportoló de mindig visszaszoktam térni erre a 87-es eseményre, amikor azt mondom, hogy viszont ez, ez talán az egyik legértékesebb. Tehát hát akkor ez, az jó pedzegetük, hogy nap volt. Igen, 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 értéken. tehát azt gondolom, hogy ilyen fajta kis szelektivitás azért benne van az emberben, hogy valamikor valamelyik egy picit közelebb áll hozzá. Teljesítményben azt gondolom, hogy sokkal nagyobb volt ez a 87-es produkció, amikor utolsó helyről mégis elsőre tudtunk lépni a lovaglást követően, míg eredményben egy olimpiai egyéni aranyéremnél jobbat, többet nem várhat el egy versenyző. Na most, hogy ezt az elején is említettem, értél a világra szóló sikereket az ötnapos utána, az egynapos versenyben is? Nehéz volt -e neked az, az átállás, amikor, amikor átalakult az öt usa, és megtörtént ez a sűrítés? Már a pályafutásom vége felé ért el ez a változás. Azt gondolom, hogy ugyanazt a teljesítményt tudtam hozni versenyeken, már a sorozatverseny volt az, amit már kevésbé bírtam, tehát a válogatók sokkal nehezebbek voltak. Még egy olimpián ott ugye nincs még selejtező sem, tehát csak egy komplet verseny van. Azt gondolom, hogy egy rutinos versenyző, aki föl van rendesen készítve, akkor ezt az egy versenyt tökéletesen végre tudja hajtani, és eséllyel tud szembeszállni a többiekkel ahhoz, hogy érmet szerezhessen. Még az évközi versenyekben ugye azért van egy selejtező, van egy váltó, aztán van egy döntő is. Tehát ott olyan terhelésnek van kitéve az ember, ami sorozatban már nagyon-nagyon nehéz elviselni, főleg a pályafutás vége felé. De azt gondolom, a feltételek meg mindenkinek ugyanazok. Tehát innentől kezdve a másiknak is nehéz, nem csak nekem. Ma, ma sportvezetői szemmel mind a sűrítés, vagy utána a legutóbbi változtatások, a kombinált számbevezetése, az, ahova halad az ötusa, vagy ahol most van, ezek neked tetszenek? ezek a közönség szempontjából jó döntések voltak? Nagyon sokan úgy gondolják, hogy az öttus a, a hagyományos sokkal jobb volt, és lehetett számolgatni, latolgatni napról napra. Azt gondolom, hogy egy sportágnak a megújulása az több fokozaton kell, hogy keresztül menjen. Egyrészt azért, hogy fönt maradjon az olimpián, és ez a legfontosabb. A Nemzetközi Szövetség úgy gondolta, hogy mindenféleképpen változtatni kell, pont azért, hogy bent tudjunk maradni a rendszerbe. Másrészt pedig azokat a számolgatásokat pedig kivonja, tehát hogy a nézőknek is egyszerűbb, érthetőbb legyen az, hogy lássa, láthatóvá tudjuk tenni a sportágat, mind a médián keresztül, mind a helyszínen. Azt gondolom, hogy ez a kombinált versenyszám erre volt jó is megfelelő, hiszen ott azonnal lehet látni a lövészetnek az eredményét. A jó lövés a zöld lámpát és a rossz lövés ugye nem változtat semmit, tehát ott időben többet maradt benne a versenyző. Ezáltal egy picit változatosabb lett, átformálható az vannak, előnyei, az, hogy vannak, a, vannak előnyei, vannak tehát vannak hátrányai, vannak előnyei, de én azt gondolom, hogy ez most egy picit jót tett az ötusának, bízunk benne az, hogy az olimpián eldöntő, tehát az, hogy eldönti valaki az, hogy fönnmaradjunk, vagy nem, ez is számítani fog. Hát igen, utolsó utáni kérdésem, azt mondd még meg, hogy mit gondolsz, egy kicsit megkésve, de törve nem, szóval, hogy Jövőre, az 51. születésnapod után kapsz -e érem, aranyérem ajándékot az öt az utódoktól, az olimpián? Én reménykedem, hogy igen. Van rá esély? Van. Nem kicsi, hogyha most is látjuk a világkupákon jó szereplő magyarokat. Boldog születésnapot még egyszer! Köszönöm, Köszönöm szépen, és jó munkát a továbbiakban is! Köszönöm.